A 15. országos találkozót rendezték meg Győrben. Az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény szervezi ezt az évről évre népszerűbb kétnapos eseményt, mely elsősorban az időseknek, valamint a fogyatékossággal élőknek szól. Tulajdonképpen azzal a célra jött része az intézmény keretében ez a program, hogy legyen egy találkozási alkalom, amikor az országban élő idősek, idősklubokba járó idősek, akik még aktív közösségeket alkotnak, ugye fellépnek például mai napon ki mit tudnan is, megmutathassák szélesebb közönségnek azt, amiért ők a mindennap gyakorolnak. A Széchenyi István Egyetem sportcsarnokában rendezett találkozón a város képviselői és a szervezők szerint is a legfontosabb az, hogy szórakoztató és mozgalmas legyen ez a két nap. Elsősorban azoknak az embereknek szól, idősebbek, szépkorú embereknek, akik az elmúlt időszakban sok-sok évtizedeken keresztül nagyon-nagyon sokat dolgoztak, és most úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy egy összefogással, egy együtt gondolkodással vissza tudjuk adni azt a sok-sok jót, amit az idősebb, szépkorú emberektől kaptunk az elmúlt időszakban. Úgyhogy nekik szeretnénk egy kis jókedvet és egy kis társasági életet bemutatni. A kétnapos eseményen a Vaga Banda gólyalábas tagjai, Balázs Klári és Korda György műsora, valamint Ele Junior fellépése biztosította a jó hangulatot. Lehetőség van egészségügyi szűrővizsgálatokon részt venni, valamint olyan kötetlen programokon, itt a mögöttem lévő kávézóban vagy vásárban, ahova tényleg minden egyes ellátogató jól érezheti magát. Az idei országos találkozón több mint 600 idős ember tölthetett el együtt egy szórakoztató napot.